Üdv mindenkinek! Sziasztok! A mai videó a kérésetek alapján egy pizzaevő kihívást fog bemutatni. Magának a videónak az ötlete az abból eredt, hogy az egyik vendégem kihívott engem egy pizzaevő párbajra, és az ötlet az az volt, hogy ő gyorsabban meg fog enni egy 45-ös pizzát, mint én egy 60-ast. Ez egy régebbi tervem volt már, hogy a 60 centis pizzának az elfogyasztását lemérjem, hogy mennyi idő kell hozzá, ugyanis Tari Ádám, aki szintén egy nagyon neves youtuber és egyben testépítő és személyedző, neki futott már egy nagyobb méretű pizza elfogyasztásának, és az első referencia pont az ő ideje lesz, hogy azt megdöntsem, és természetesen az is fontos szempont számomra, hogy a vendégemnél gyorsabban végezzek. Hogy a megmérettetésen a legjobb formámat hozzam, még egy gyors edzést azért le kellett zavarnom itt a Cutlerben, úgyhogy ebből láttok most még pár vágóképet, aztán találkozunk Svennél. Amikor az amerikai terembe mentem, hogy újra megküzdjek a Yetivel és a többi bajnokkal, akkor az interjú során, amit a verseny előtt készítettek velem, akkor ott meg is említettem, hogy én a verseny előtt még teljesen normális nekem az, hogy leedzek. Arra viszont nem tértem ki, hogy ilyenkor hogyan is edzek. Annyi a lényeg, hogy a lehető legnagyobb súlya próbálok ezeken a napokon edzeni, és próbálok annyi sorozatot bele zsúfolni az edzésidőbe, amennyit csak lehetséges, és természetesen lábedzést tervezek ezekre a napokra, ugyanis ez a nap az, ami a legtöbb kalóriát nálam igénybe veszi, és ilyenkor fáradok el a legjobban, és ilyenkor kívánom az ételt edzés után annyira, hogy annyit tudok enni, amennyit normál esetben szerintem 3 vagy 4 ember tudna csak elfogyasztani. További trükk azért, hogy a lehető leggyorsabban tudjak enni, hogy napközben egy picivel többet iszom, és nem kis kortyokat hajtok fel, hanem próbálom ritkább időközönként a kezembe venni magát a flaskát, és több vizet egyszerre meginni, hogy ezzel is tágítsam a gyomrom. Az edzés végén pedig a fehérje turmixot azt hanyagolom, és akkor így maximálisan üres tankkal tudok nekifutni egy ilyen kihívásnak, mint ami most fog rám várni. A kis versenyünkhöz még csatlakozott egy régi barátom, János, aki nagyon hálás vagyok érte, hogy elvitt engem Sven rezidenciájára, és így ez egy remek alkalom volt, hogy összekötöttük a kellemeset a hasznossal, hogy amellett, hogy rég nem találkoztunk, és most tudunk egy kicsit dumálni, bandázni, így legalább tudunk egy jót is enni egy időben. Mondjuk egy picit tartottam Janitól, ugyanis hát nem egy kis darab ember, ugyanis van vagy 2 méter, és sacra 130 kiló, úgyhogy ha valaki ránéz, és rám, akkor inkább előbb fognak élni az emberek azzal a gyanúval, hogy kettőnk közül ő az, aki képes egy fél disznót előételnek is betolni. Hogy teljes képet kapjatok magáról a kihívásról, az fontos elmondanom, hogy a pizzákat a pizzagyárból rendeltük. 3 egyforma pizzát rendeltünk, 2 45-ös és 1 60-as Hawaii pizzát. Lehet, hogy itt van némi eltérés abban, hogy Tari Ádám 55-ös sonkás sajtos pizzát evett, de a Don Pepének talán vastagabb egy picit a tésztája, de az én több feltétem és a plusz 5 centi szerintem kompenzálja a méretbeli eltéréseket. Itt van Jani a hegyről, nyitja a kólát egyből. Te nem zérót kértél? Nem, nektek töltöm. De ezt ki ne szivárogtasd, jó? Ezt ki kell vágni. Jó van. Nos tehát, itt vagyunk Janival, Svennel, és van 1, 2, 3 darab pizzánk. Ők 45-ös kértek, én pedig 60-ast. És az az elképzelés, hogy én előbb befejezem a 60-ast, mint ők a 45-öst, plusz én próbálok egy szintidőt tartani Tari Ádámnak a pizza evési rekordjához. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Three, two, one.
megosztok veletek pár titkot, amíg itt falatozunk, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban eltüntetni egy pizzát, hát ha sörözés közben ti is kihívjátok egymást egy ilyesfajta párbajra. Az első, amit szerintem észrevettetek, hogy én a pizzákat félbehajtottam, tehát egyszerre két szeletet eszek, és így azért gyorsabban lehet haladni. A másik fontos trükk, hogy a szélét mindig a végére tartogassátok, mert az a legfújtósabb része a pizzának, és hiába csábít nagyon a pohár, próbáljatok meg egyáltalán ne inni belőle, vagy ha mégis mindenképpen öblíteni kell egy kicsit, akkor a lehető legkisebb kortyot igyátok, mert másképp a tészta meg fog dagadni a hasatokban, és ez nagy mértékben lassítani fogja a feladat teljesítését. Amikor rendeltek, akkor próbáljatok egyszerű feltétekkel operálni, tehát a kolbászos, gombás, bolonyai ragús pizzát azt annyira ne erőltessétek, és erőset se akarjatok kérni, mert attól automatikusan össze fog ugrani a gyomrotok. Ez a kis ananász nekem még igazából segítség is volt, ugyanis plusz nedvességet adott a pizzának, így könnyebben lecsúszott az egész. Az edzésen túl pedig az is egy nagyon fontos tanács, hogy lazaruházatban üljetek le egy ilyen versenyhez, és lehetőleg ne görnyedjetek túlságosan az asztal fölé, mert akkor úgy össze fog gyűrűdni a hasatok, és nehezebben fog a pocakotok tágulni. Ami pedig a legfontosabb, hogy ilyenkor ne forgassátok a szátokban az ételt, ne ízlelgessétek, mert most ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy ki a gyorsabb, tehát csak rágnyel, a lehető legkevesebb levegőt nyeljétek, az is persze nagyon fontos. Na de térjünk is vissza a versenyhez, mert mindjárt végzünk. Sven végig tartotta velem a lépést, egyedül csak a pizzáknak a szélei voltak azok, amik kifogtak rajta. Janit annyira ez az egész dolog nem hatotta meg, ő igazából csak jött enni egy jót, és jól érezte magát, úgyhogy nem ő volt a legfőbb riválisom a párbaj során, hanem tényleg Sven volt az, aki küzdeni próbált, de végül én nyertem, és az időm az nagyjából 14 perc lett, úgyhogy Tari Ádámnak az idejét szerintem elég szépen be tudtam dönteni. Mielőtt még elköszönnék, jelezném, hogy a jövő hétre is van egy remek kihívásos videóm, szóval ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, és nem fogtok arról a részről sem lemaradni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Ha támogatni akartok, akkor nyomjatok erre egy lájkot, vagy írjatok kommentet. Vigyázzatok magatokra! Hamarosan jelentkezem. Sziasztok!